Csapjunk is rögtön a mérkőzés közepébe, tanított falu büntetőhöz készülődik. Bordó mezben, ebből már kitalálták, hogy Bordó mezben, a hazai tanított falu még. Sötét kék szerelésben a vendég Pilis Szent Iván második számú csapata. Nézzük a 11-est, kihagyja Nyúzó István. Illetve, jobban mondva, Peller Zsolt védte ki a labdát. De hát, szokták mondani, hogy egy 11-es csak rosszul rúgni lehet, kivédeni nem. Hát Nyúzó István valóban nem a legjobban helyezte, de azért Peller Zsolt érdemeit sem kell elvenni, hiszen nagyot fogott. Jó kezdhette volna tehát a találkozott tahitott falu. Már is az első játékrészben megszerezhette volna a vezetést. Ez már a második félidő. Újra Nyúzó István próbálkozott. Kevesebb sikerrel. Tahitott falu volt aktívabb a mérkőzés első felében, bő első felében. Az első félidőben ugye nem láthatta gólt a nézők, és a második félidőt is. A hazaiak kezdték jobban, ismét Nyúzó próbálkozott. Peller Zsolt kezében a labda, egyelőre az ő párharcukat Pilis Szent Iváni kapus nyeri. A két csapat nem szerepel eddig túl jól, ebben a szezonban tahitott falu a 11., míg Pilis Szent Iván a 12. helyről kezdhette meg ezt a mérkőzést, miközben a hazaiak kapusának, Mirejc Balázsnak kellett nagyot védenie. Pilis Szent Iván még nem gyűjtött pontot eddig ebben a szezonban, de tahitott falu is mindössze 4-et, egy győzelem és egy döntetlen mellett a többi találkozóját elveszítette a bordómezes csapat. Közben éledezni látszik Pilis Szent Iván, ez már a második ígéretes szituáció. Elmegy a hazai a kapuja mellett a labda. Józsa volt az, aki ott akadályozta a Pilis Szent Iváni támadót a lövésben. 54. perc, Ciferi Tamás elé kerül a labda, 1-0-ra vezett a tahitott falu. A nagyöreg Ciferi góljával tehát megszerzi a vezetést a hazai csapat. 54 percnek kellett ehhez eltelnie a kezdő sípszót követően. Peller Zsolt pedig ugyan beleért a labdába, de mellé tornázni már nem sikerült neki. Nézzük még egyszer, Ciferi, hát őszinte legyek, nem helyezte túl jól ezt a labdát, de bőven elég volt ahhoz, hogy tahitott falu megszerezze a vezetést. Peller ugyanis csak bevédeni tudta. 1-0 tehát. Innen folytatódik a találkozó. Természetesen nem adja föl a sereghajtó. Miért is adná? Nem azért jöttek, hogy újabb vereség legyen. A mérkőzésük vége. Pintér Rihárd próbálkozott kiegyenlíteni az állást. Itt viszont megvan az az egyenlítő gól. 61. perc, Kópis Márk talált a kapuba egy szögletet követően. Remekül érkezett Kópis, és ballal, bal külsővel, hát egészen zseniális módon juttatta be a labdát a kapuba. Nézzük még egyszer. Így van, bal külsővel kiválóan érkezett Kópis. 61. perc, tehát 1-1. Tahitott falunak újra meg kéne szereznie a vezetést. Szabó Rihárdnak ez nem sikerült, hiába szántotta fel az egész pálya bal oldalát. Nagy sprintet mutatott be Szabó, de végül Pellerben elhalt a lövése. Ez pedig Mirejc kezében. Pilis Szent Ivánnak sem sikerült átvennie a vezetést. De tovább tart a vendég lendület. Inkább a második félidőben aktivizálta magát Pilis Szent Iván. Második számú csapata, Herendi Dániel lövése, után Mirejcnek kellett a jobb alsóból kiszednie a labdát, hát talán bement volna, ha nincs ott a kapus. De ott volt, maradt át az 1-1. Az is egy kiváló indítás. Jól jön ki Mirejc, de ott van még a labda. Az így nagy helyzet, remekül jött ki tahitott falu kapusa. Ez most nagy helyzet volt Pilis Szent Iván előtt, nem sikerült élnie a lehetőséggel a vendégeknek. Nagyon beszorul ezekben a percekben tahitott falu, szinte csak Pilis Szent Iváni lehetőség. Fölé. Vendég szöglet, majd a beadás, és 2-1-re vezet Pilis Szent Iván a 76. percben. Szomolanyi Tamásnak köszönhetően átveszi a vezetést Pilis Szent Iván. Azt nem mondom, hogy a semmiből, de azért a mérkőzés előtt talán
Tahitótfalu is azt várta, hogy ezt a találkozót bizony behúzza. Hát nem úgy tűnik. Sőt, majdnem ott volt a 3-1. Mire is bizonytalankodott egy kicsit. Ez a mérkőzés vége. Némi meglepetésre Pilis Szent Iván a semmiből legyőzi Tahitótfalut. 1-2 a mérkőzés vége.